Üdvözöllek benneteket, Péter vagyok az Erdély Túráktól, és egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek abban a témában, hogy hol jobb élni, Romániában vagy Magyarországon. Ugye nem olyan régen Orbán Viktor kijelentette, hogy aki úgy gondolja, hogy Romániában jobb élni, az költözzön ide, aztán menjen haza, aztán majd mondja el, hogy milyen itt élni Romániában. Nos, hát erről több véleményem is van, de láttam, hogy egy-két influencernek nevezett, nem is tudom én kicsoda, rácuppant a témára, és egy fiatal csajszi Budapestről a panelból csinált egy kisfilmet, valami Karen, hát olyan tőzsgyökeres magyar neve van, hogy Karen, a budapesti panelból készített egy filmet, hogy hol jobb élni, Magyarországon vagy Romániában. Marha sokan megnézték, tehát így keressetek rá a YouTube-on, nézzétek meg, és mondjatok véleményt, mert én azt mondom, hogy a statisztikai adatokban nem lehet bízni. Most hiába nézi meg a KSH-nak, vagy a román adatokat összehasonlítsa, az nem olyan, értitek? Tehát rögtön egy példát mondok nektek erre. Például itt Székelyföldön egy kis faluban, lehet, hogy valaki keres csak, mit tudom én, most mondjuk egy 300 ezer forintot, vagy 250 ezeret, na, az 3000 lej. Keres 3000 lejt. De van disznója, van tyúkja, lehet, hogy még tehene vagy juha is van, megtermeli a zöldségek nagy részét a kertben, amit aztán eltesz, ugyanúgy a gyümölcsökből is rengeteg mindent befőz, a fát, hogyha közbirtokosság területe az kedvezményesen adja, vagy van erdője, van földje, abból is van egy kis haszna, értitek? Tehát eleve már a rezsiköltség jóval olcsóbb, mert kedvezőbb áron kapja a fát a fűtéshez, ugye? Tehát az, hogy mi a hivatalos adat, meg mi a valóság, azt nagyon nehéz eldönteni. Magyarországról, meg Romániából, hát Romániából meg még többen mennek ugye ki nyugatra, mint Magyarországról, vagy magyarból is mennek nyugatra. Na, ezek is olyan adatok, amiket nyilván a magyar állam, vagy a román állam is próbálja elferdíteni, tehát jóval kevesebbet mondanak, hogy mennyi magyar vagy román van kint, például Németországban, vagy Ausztriában. Tehát ez a, hogy hol jobb élni, nyilván az embernek ott jó élni, ahol született, ahol van az otthona. De a mai világban már, nem csak a mai világban, 100 évvel ezelőtt is rengetegen mentek el, amikor volt a világgazdasági válság, mentek Dél-Amerikától kezdve. Az ismeretlenbe tulajdonképpen, nem csak az USA-ba mentek rengetegen innen Európából. Tehát most meg Európába jönnek ugye a keletről, meg délről, meg délkeletről, Afrikából, közelkeletről, mindenfelől, mert remélnek egy jobb életet. De az, hogy mi a jobb élet, az egy nagyon-nagyon tág fogalom. Mert van, akinek az a 3000 lej is elég, de van, akinek a 30 000 is kevés. Értitek? Tehát az, hogy hol jobb élni, erről csinálni egy olyan filmet, aztán elővenni ugye a hivatalos adatokat úgy, hogyha soha büdös életben valószínű nem volt kint ez a kis fiatal csajszi Erdélybe vagy Romániába. Hát, hogy lehet így mondani? Értitek? Tehát így nem lehet. És sajnos ez a legnagyobb problémája a mai emberiségnek. Egy, marha sok ideje van, és hol baszkurálja el az idejét? A közösségi médiában. És akkor nézik az ilyen hülyeségeket, ami hivatalos adatokon alapul, de ez nem a valóság, értitek? Mert ahhoz, hogy megismert, hogy milyen élni itt Székelyföldön például, ahhoz ki kell jönni. Most én mondhatnák 1000 példát arra, hogy miért jobb élni itt, vagy miért lehetne jobb Magyarországon. De egyetlen egy példát mondok nektek, hogy itt miért jobb élni. Beülök az autóba, és elmegyek Kézivásárhelyre, vagy elmegyek Csíkszeredába. Nem kell attól rettegnem, hogy minden sarkon, minden kanyarba ott van egy rendőrautó, és azt méri, hogy milyen sebességgel megyek. Tehát ez már, én azt mondom, hogy ha ezt nézzük, akkor egy kicsit szabadabban élhetünk, vagy
boldogabban, tehát az állam nem próbálja lenyúzni az emberről az utolsó bőrt. Értitek? Tehát az emberek sokkal kedvesebbek. Tehát én azt mondom, tényleg sokkal kedvesebb. Ez tényes való. Több százezer magyar tudja mondani, hogy itt sokkal kedvesebbek az emberek. Na most, hogyha nézed ezt a videót, ezt gondolod, akkor írj oda te is kommentbe. Írjál oda, írd meg te a véleményedet. Akár itt él Székelyföldön, de voltál már Magyarországon, voltál Németben, vagy voltál mit tudom én hol. Írd meg azt, hogy miért jobb élni szerinted Erdélybe, Székelyföldön, mint Magyarországon, vagy akár mint Németországban. De ha Németországban élsz székelyként, vagy erdélyi magyarként, vagy magyarországi magyarként, írd meg azt, hogy na ezért és ezért jobb élni Németországban. Tehát legfontosabb tény, amit meg akarok említeni, az ilyen elferdített, hülye statisztikai adatokat hagyom a búzsba, mert azok úgyse valósak. Ez olyan körülbelül, hogy mindig, amikor jönnek a választások, akkor annyit ígérnek a politikusok, hogy uram Isten, oltott Dunát, Drávát, Szávát lehetne rekeszteni, aztán semmi nem lesz belőle. Ugye ez pont olyan ezek az ígéretek, amikor hogy utat, iskolát, óvodát, mit tudom én, mi a szart építünk, mint ha odamész a bankkártyáddal a pénzautomatához, azt veszel ki egy kis pénzt, azt tapsolsz, hogy jaj, de jó, hogy ide adja a pénzt. Hát nekik ez a kötelességük. És még egy dologra fel akarom hívni nektek a figyelmeteket. Tehát én nem szeretem a politikusokat. Tehát volt egyszer-kétszer ilyen témát meg szoktam említeni, de aztán le is húrognak, hogy én csak kiránduljak és ne politizáljak. Hát baszkuráld meg, te meg törődj a saját dolgoddal, én azt csinálom, amit akarok. Tehát itt ezen a YouTube csatornán én úgy gondolom, olyan témát rakok ki, amilyet akarok, és rögtön elkanyarodok ugye ettől a témától, hogy hol jobb élni, Magyarországon vagy Romániában. Nyilván, aki itt él, annak valamilyen szinten jobb, mert jobban érzi itt magát. Az nagyon érdekes tény, hogy elképesztő sok magyarországi, anyaországi jön ide kirándulni, nyaralni, őszölni, telelni, de nem telepednek át ide tömegesen. Pedig nincs nagy különbség Magyarország meg Románia között. És hogyha azt mondom, hogy elmész Németbe, vagy elmész Romániába, tök mindegy, mindenütt kell dolgoznod. Itt még az ingatlanárak, a megélhetési költség, a rezsitől kezdve az élelmiszereken át, minden olcsóbb, mint Magyarországon, vagy mint Németországban. És hogyha úgy szerzed be az élelmiszereidet, akkor egészségesebb dolgokat is ehetsz. Nos, hát itt is nem sokára lesznek választások, és megmondom őszintén, soha nem kampányoltam még így. Általában a Fidesz ellen szoktam szólni, és ugye az RMDSZ az pedig a Fidesznek a, hát nem is tudom én minek nevezzem, egy kaptafa. De én úgy gondolom, hogy minden erdélyi magyarnak el fog kelleni menni szavazni. Mert lehet, hogy azok az embereket nem szeretitek. Én is nézem a kommenteket, ugye elképesztő sok fizetett hirdetés van a Facebookon például, az RMDSZ annyit hirdet, hogy valami ledöbbentő. És ahogy nézem ott a kommenteket, a 80-90% annyira negatív, hogy ledöbbenek. És ők vannak, ugye ők képviselik a magyarságot. Tehát én azt mondom, hogy csak el kell menni erdélyi magyarok szavazni, és szavazzatok az RMDSZ-re. Nincs más reakció. Tehát ne járjatok úgy itt Erdélybe, ne járjunk úgy mi magyarok Erdélybe, hogy nincs képviselet a parlamentben. Lehet, hogy nem sok mindent tesznek, de most képzeljétek el azt, mi lenne, hogyha nem lennének ott? Nézzétek meg, Szlovákia egy nagyon jó, azaz rossz példa. Nincs magyar képviselete az ottani magyaroknak, pedig arányaiba Szlovákiába több magyar él, mint Románián belül magyar. És még azt mondom, hogy hol jobb élni Romániában, még visszakanyarodok megint a témához, hol jobb élni Romániában vagy Magyarországon. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok romániai magyar kimegy nyugatra, de itt megtartja a házát, itt építkezik,
és haza fog jönni. Tehát nem Magyarországra fog menni, hanem ide fog jönni vissza a szülő hazájába, nevezzük azt, az Románia, ugye, és vissza fog jönni, és itt tervezi az életét. Nagyon-nagyon sok embert ismerek, aki elmegy szezonális munkára, nyugatra, Svájctól kezdve Svédországig, rengeteg helyre, de a jövőjét itt tervezi Erdélyben, itt tervezi Székelyföldön, mert ezek szerint itt jó élni, és nem Magyarországra tervez menni. Tehát várom a kulturált kommenteket, jó? Legyetek oly szívesek, tehát ne baromságokat, nem baj, hogyha teli van helyes írási hibával, de legalább kulturált, normális kommenteket írjatok rá, és gondolkodjatok el azon, amit én mondtam, hogy hol jobb élni, Romániában vagy Magyarországon, és írjátok meg a véleményeteket, és lehet akkor ennek a Karen, nem jut eszembe a neve, valami arabos neve van, nevű bigének is nézzétek meg nyugodtan a videóját, és az csak puszta statisztikai adatok. Hát az nem vélemény, értitek? Ott Budapesten leült a panelba, na valami jó témát kelljen csinálok, hogy legyen nézettségem, a sok nézettségem van, akkor lesz reklám is, és akkor abból lesz egy kis lóvém, vagy mit tudom én, mi, értitek? Tehát így nem lehet csinálni egy filmet. Én a filmjeimben, amiket készítek itt Erdélyben, itt Székelyföldön, próbálom a valóságot bemutatni, nem játszom meg magam. Akikkel készítem a riportot, azok is őszinte emberek. És ha ezt nézzük, itt még rengeteg. Na ez is egy pozitívum, ugye, Erdélyhez vagy Magyarországhoz képest, hogy itt rengeteg őszinte ember van. Tehát én érzelmileg közelítettem meg ugye ezt a témát. Tehát szabadabban élek, mert nincs annyi rendőr az utakon, és nem az a céljuk, hogy minden áron levegyenek lóvéval. Nem ezért küldik ki őket, hogy na most szedjetek be minél több pénzt. Akkor az őszintesség, az embereknek a kedvessége. Tehát, hogyha ezeket, és azt mondom, ezt nem lehet pénzzel megvenni. Értitek? Tehát most hiába lenne itt drágább, mit tudom én mi, ha az emberek nem olyanak lennének, mint amilyenek. Tehát összességében azt mondom, hogy itt jobb élni, mint Magyarországon. Itt vannak, nézzétek ezeket a gyönyörű hegyeket. Jó, Magyarországon is vannak hegyek, de már itt is ott vagyok 1000 méter magasan Magyarországon, meg a Mátra 1000 méter magas, és akkor azok a csúcsok ott már magasabbak, mint ahogy én vagyok. Tehát ugye ez is egy plusz dolog, amit meg lehet említeni, hogy miért jobb élni itt, mert gyönyörű a táj. Nem csak egy csík alföld. Ugye én alföldi vagyok, ott születtem világéletemben, ott éltem, ott volt a holdkörös is, fantasztikus volt, de itt valahogy jobban érzem magam itt a hegyek köz. Ugyanúgy éltem Provence-ba is, Provence-ban mindenki el van ájulva Provence-ban. De meg kell is, ott kell élni, hogy véleményt tudj alkotni, nem egy budapesti panelból kell megmondani a faszát, értitek, hogy na most itt jobb vagy ott jobb, értitek? El kell jönni, és tényleg itt kell élni, hogy tud, hol jobb élni. Na jó van. Szép napot kívánok nektek! Csatlakozzatok hozzám, iratkozzatok fel ide a YouTube csatornába, legyünk minél többen, és minél többen írjátok meg a véleményetek. Ne csak ehhez a filmhez, a többihez is. Adjatok egy kis bátorítást nekem. Köszönöm, sziasztok! Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat, kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!